Folytatni fogjuk tovább ezt a levélnek a kielemzését, és remélem, hogy mindenki hasznosat találja. Ez a lényeg. Mindenkinek meg kell értenie, hogy Yahuwah nem változik meg, az ő parancsolatai nem mennek sehová, nem tűnnek el, nem törlődnek el, nem cserélődnek ki, vagy változnak meg. Ha bármi is történt velük, az az, hogy csak még szigorúbbak lettek, mint voltak. Így folytatódik a levél, ugye néhány törvényt felsorol, ami szerinte megváltozott. Az apák vétkeit számunk kérem a fiakon, e helyett lett ugye, amely lélek vétkezik, annak kell bűnhődnie. Ez már az Ószövetségben, a Tanákban is így volt, ez mindig is így volt. Az amely lélek vétkezik, annak kell bűnhődnie. Ez egy Hezekiel 18-20-21. Többek közt, de egyébként a 3-as és a 33-as fejezetben is ezt meg fogjuk nézni. Nézzük meg ezt az apák vétkeit számunk kérem a fiakon. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy ez sem változott meg ugyanúgy, ahogy semmi. Csak egész egyszerűen nem úgy kell értelmezni, ahogy a legtöbben próbálják. Az apák vétkeit mind a mai napig számon kéri a fiakon, és amely vétkezik, annak kell bűnhődnie, mellesleg ezt nem is így fogalmaz. Ez Semot 20:4-6, ez ugye az úgynevezett 10 parancsolat, ahol erről beszél. Ne imádd, ne tiszteld azokat, mert én, Yahuwah, te hatalmasságot féltőn szerető Elohim vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad, negyed íziglen, kik engem gyűlölnek. Semot 34:7-es, aki irgalmas marad ezer íziglen, Yahuwah, megbocsát hamisságot, vétket, bűnt. Már akkor is megbocsátott mindenkinek, de nem hagyja büntetlenül. Megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad, negyed íziglen. Megbocsát, de megbüntet. Megbocsát, de megbüntet. Nem arról van szó, hogy nem lesz következménye, arról van szó, hogy megbocsát. Bamibar 14:18, Yahuwah késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot, vétket, de nem hagyja büntetlenül. Megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad, negyed íziglen. Tabarim 5:9, ugyanúgy az úgynevezett 10 parancsolat, ne imád, ne tiszteld azokat, mert én, Yahuwah, te hatalmasságot féltőn szerető Elohim vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad, negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Ez ugyanígy van mind a mai napig. Ez az, amikor egy alkoholistának a fia hajlamos arra, hogy ő is igyon. Egy dohányosnak a gyerekei, hogy ő dohányozzon. Egy börtön viselt embernek a gyereke, hogy oda kerüljön. Egy tanult, egy iskolázottnak, hogy iskolázott legyen. És a többi, és a többi. Ez az, amiről beszél. Ez tagadhatatlan, hogy ez így van. Ezt nem lehet letagadni. Ez az, hogy egy katolikusnak a gyereke is katolikus lesz, és azt fogja hinni, hogy az az igazság. Vagy egy kereszténynek keresztény, egy reformátusnak református. És azt hiszi, hogy az úgy van. Pontosan ez a probléma most ezzel a levéllel is, amiről szó van. Ez az, amiről beszél, hogy meglátogatja azt a bűnt, amit az atyák elkövettek. Mi? Az, hogy elfordultak az igazságtól, és azt hitték, hogy Máriához lehet imádkozni, hogy Istennek hívják, hogy Úrnak hívják, hogy mindent lehet enni, hogy karácsony, húsvét, hogy minden mindegy, hogy semmi nem számít, hogy a neve Jézus, és ő eltörölte, és ő Isten a Földön, ő az Atya itt megjelenve. Ez mind erről van szó. A bizonyíték előttünk van, hogy nem változott meg semmi. Ezt nem lehet letagadni, hiszen ez így van az életünkben a mai napig. Jézikája 18-as fejezet az, amiről ő beszél, gondolom én. Mi dolog, hogy ezt a közbeszédre szokták mondani Izrael földén, mondván az atyák ettek egrest, és a fia foga vásott meg. Élekén, ezt mondja Yahuwah Elohim, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izraelnek. Ímé minden lélek az enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke az enyém. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia. Amit ő ír itt, az az, hogy annak kell bűnhődnie. Nem arról beszél, hogy bűnhődnie, arról beszél, hogy meghalnia. Azt már tisztázta, hogy meg fogja büntetni őket. Itt van. Második Mózes 20. 34, 4 Mózes 14, 5 Mózes 5. Arról beszél, hogy megbünteti őket, harmad, negyed íziglen. Ugyanerről van szó most is. Ugyanezt csinálja. Azért küldte őket Babilonba, Perzsiába, ide, oda, amoda, hogy megbüntesse őket.
Az ráadásul ez után volt, amikor Ezékiel itt írja ezt. Sőt, utána elpusztította egész Jeruzsálemet, és az egész népet elküldte rabszolgaságba. Úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy nem bünteti meg a fiakat. Arról beszél, hogy nem öli meg őket. Ráadásul nem is a testről van szó, hanem a lélekről van szó. Ezért mondja azt, hogy az atyának lelke, a fiúnak lelke az enyém, amely vétkezik, annak kell meghalnia. A lélek az, ami vétkezik. Annak kell meghalnia. Nem azt mondja, hogy nem lesz büntetés, mert az lesz. Sőt, megmutatta a példát, hogy lesz, hiszen időszámításunk előtt 70, után 70-ben Titus lerombolta Jeruzsálemet, és rabszolgaságba küldte az egész népet újra. Úgyhogy az pedig bőven Hezekiel időszaka után volt. Ha valaki igaz lesz, és a törvény szerint igazságot cselekszik, és az én parancsolatimban jár, és törvényemet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék, ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja Jahua Elohim. Nem arról beszél, hogy nem lesz büntetés, arról beszél, hogyha valaki igaz lesz, hogy lesz valaki igaz? Gondolom, hogy nem úgy, hogy azt mondja, hogy az ő törvénye a hülyeség, hogy nem kell ezt betartani, hogy ez értelmetlen ostobaság, vagy hogy ezen már túl vagyunk, és ez megváltozott. Ezt feltételezem én. Mert ő azt mondja, hogy a törvény szerint igazságot cselekszik. A törvény az igazság, erről már volt szó. És a parancsolatimban jár, és törvényemet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék, ez az igaz. Ő élvén él, ezt mondja Jahua Elohim. 14-es, ugye folytatja ezt. A 10-esben így szól. Ha erőszakos fiat nemz, ezek az emberek, ki vértont, és csak egyet is megcselekszik, amazokból itt leírja, hogy mik ezek. Ugye a házasságtörés, a báványimádás, a szegények, a rablás, a lopás, a báványok, ismét csak mindenféle utálatosság, uzsora, stb. Stb. Ha ez az ember fiat nemz, és ez a fiú látja atyának minden vétkét, melyeket az cselekszik, látja, de nem cselekszik azok szerint. Ugye itt megint leírja, hogy miről van szó, hogy mindenki biztos tudja. Törvényeim szerint cselekszik, parancsolatimban jár, az ilyen ne halljon meg az atya vétkért, hanem élvén él. Az atya, mely mindezeket elkövette, ami nem jó, azt cselekedte népe között, ímé meghal a maga vétkért. Mit mond? Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. És ez a Tanakh, és sehol sincs még Jézus, meg az, hogy mindenkit szeretünk, már arról beszél, hogy új szív, új ruák. Miért halnátok meg új Isten? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja Jahua Elohim, térjetek meg azért és éljetek. Itt a halálról van szó, nem arról, hogy nincs büntetés. A büntetés egy másik dolog. A büntetés az, hogy nehéz ebből kikerülni azért, mert ez rögzül be az embereknek a gondolkodás módjába. Pontosan ez az, ami ebből a levélből tükröződik. Ez az a büntetés, amiről beszél. Meglátogatja, de nem öli meg. Ennek az embernek, aki ezt írja, vagy nekem, vagy az összes többinek, aki olvassa, van lehetősége arra, hogy kitörjön abból, amiben élt. Az, hogy én soha nem hallottam ezekről a dolgokról, az egy büntetése annak, hogy engem nem tanítottak meg erre. Utána kellett nézni, el kellett hinni. Ugyanez vonatkozik mindenkire. Ki kell kerülni abból a körből, amiben belekerült. Ez a büntetés. A halál azonban elkerülhető, hogy úgy, hogy azt cselekszi, ami ide le van írva. Nem kell meghalnia az apja vétkéért, vagy a szülei vétkéért, hanem cselekedhetél jó. Csak addig el kell jutni. A büntetés az, hogy ki kell ásnia magát abból a hazugság halmazból, amibe belekerült a neveltetése során. Két külön dologról van szó. Az egyik a halál, a másik pedig a büntetés. Következő. Már nem kell gyűlölni ellenségeinket, jóval kell meggyőzni a gonoszt. Parancsolat eddig sem volt arra, hogy gyűlölni kell az ellenségünket. Arra azonban volt, hogy szeresd fele barátodat. Ugye ez itt Matthew 5.43, hallottátok, hogy megmondták, szeresd honfitársaidat, de gyűlöld ellenségeidet. Ez ugye egy idézet, ide is van írva, 3 Mózes, Vaikra 19.18. Akkor, hogyha ez már akkor is le volt írva, akkor miért mondja azt mindenki, hogy már a szeretet törvénye érvényesül, mikor már akkor is ez volt, ráadásul amire hivatkozik itt, az pont
az Ószövetségből való. Arról nincs szó, hogy gyűlölni kell az ellenségeit. Ugye azt mondja, hogy megmondták. A parancsolat az volt, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Az ellenséget el kellett pusztítani más okokra, más oknál fogva. Akkor még ugye vonultak be arra a területre, ami az övéké lett volna, ki kellett írtani onnan a gonoszt. Ezért kellett őket kiírtani. Most azonban a másiák már tudta, hogy ők kifele mennek ebből a erről a területről, már nem mehet az ember úgy, jön körbe, jár a világba, azt kezdi el írtani kifele az embereket maga körül, aki nem járja az utat, mikor még ő maga se érti a felét se. A parancsolat nem változik meg, az ember változott meg, és a körülmény, az ember volt gyenge. A parancsolat ugyanez, ezért mondja, hogy mikor visszatér, ugyanúgy kiírtja az egész világot, aki nem így él, ahogy kellene. A parancsolat nem változott meg, a körülmények változtak meg, az emberek nem voltak képesek betartani, és már nem úgy élünk, mint akkor ők éltek. Ugyanez lesz a helyzet a királyságban is. Most még az van, hogy eltűri az ember mindenféle ostoba dolgot, meg bűnt maga körül, mert egyrészt maga is ilyen, másrészt meg nincs rá lehetősége, hogy másként cselekedjen. Ha már ennél a nagy szeretetnél tartunk, Vaikra 3 Mózes 19-18-ban már az volt a parancsolat, hogy szeress vele barátodat, mint magadat. Ez innen való, ez az idézet, amit Mátéban olvashattunk. Remélem érthető, amit mondok. Ő nem változik meg, a parancsolatai nem változnak meg. Mi vagyunk azok, akik megváltoznak, és a körülményeink ezért bizonyos dolgokat nem tud betartatni. Ez az egyik ilyen parancsolat. De van számtalan másik példa erre. Például egy menstruáló nő nem dolgozhatna, nem ülhetne le semmire, el kellene, hogy legyen különítve. Ezt nem lehet megtenni a mai világban. A parancsolat nem változott meg. A körülmények változtak meg. Ő csak kegyelmet ad ennek a megszegését. Erre való a másiák, amit nem tud az ember megtartani, vagy amit tudatlanságából nem tart meg. Ez a kegyelem. És általában, ami áthatja az új szövetséget, ez a szeretet törvénye. A szeretet sok vétket elfedezni. Zsidók, görög, stb. Csak emberek vannak a zsidók mellett azonos értékűnek tartva. Unalmas már ez a zsidóknak piedesztára helyezése. Ez a zsidó dolgot megbeszéltük már. A tudatlansággal nagyon nehéz felvenni a harcot. Remélem, hogy egyre többen meg fogják érteni, hogy mit is jelent ez valójában. A szeretet azonban egy másik ügy. A másiák egyértelművé teszi, még akkor is, ha a legtöbb ember ezt nem hajlandó megérteni, mégpedig az egyik ilyen hely az Matteus 7.12-13. Mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Ő nem változtatott meg semmit. Ő nem törölte el dolgokat, ez nem rabság, nem álltok szerinte. Ő eljött, hogy megmagyarázza, hogy betöltse, hogy azt a funkciót betöltse, hogy nekünk kellene operálni a világban, hogy az emberek megértsék, hogy mindaz, ami eddig le volt írva, a gyakorlatban hogyan valósul meg. Most mondta meg, hogy hogyan valósul meg. Ahogy azt akarod, hogy vele cselekedjenek, úgy cselekedj a többi emberekkel. Ez a törvény és a proféták. Erről szólt mindig is ez a könyv. Itt mondja, hogy ez mindig is így volt, hogy a törvény az ez, a szeretet maga a törvény megtartása. 22.36.40. Adonai, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Melyik a nagy parancsolat a törvényben? Nem azt kérdezi, hogy mi a törvény összesen, vagy hogy melyik az egyetlen parancsolat, azt kérdezi, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Jahusa pedig mondanék, hogy szeresd Jahuát, a te hatalmasságodat. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. 5 Mózes tele van ezzel az idézettel. 5 Mózes 6, 4, 6, egy szó szerinti idézet. Abból ez. De 5 Mózes 30, 10, hogyha hallgatsz Jahuának, a te hatalmasságnak szavára, megtartván az ő parancsolatait, rendeléseit, melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, a szövetségben, és ha teljes szívedből, teljes lelkedből megtérsz Jahuához, a te hatalmasságodhoz. 16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed Jahuát, a te hatalmasságodhoz, hogy járj az ő utain, így szereted. Ez az, amiről itt beszél. Szeress Jahuát, a te hatalmasságodhoz, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az, amit nekik újra felelevenít, hogy megmutassa, hogy ahogy ő él, amit ő csinál, az az, ahogyan te szereted. Mit mondott itt?
az, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből térj meg. Mit mond itt? Azt parancsolom néked, hogy szeresed Jahuát, azaz térj meg és szeresd. Hogyan? Hogy járj az ő utain. Mi az? Zsoltárok 119, 30-34, az igazság útja. De nézzük meg, most elmagyarázza itt is. Tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit, végzéseit, hogy élj és szaporodjál, hogy megáldjon téged, Jahuát, te hatalmasságod a földön, melyre bemegy, hogy azt bírjad. Ez az élet. Ez a gyümölcsöző élet, hogy jársz az ő útján, az ő torája szerint. Ez az, amire visszautal a másik. Így szereted őt. Nem mondogatod, nem gondolgatod, meg énekeled a zsoltárokat egész nap, és közben meg össze-vissza úgy élsz, mint a világ. Térj meg, teljes erődből, és kövesd azt, amit ő mondott. Így lehet őt szeretni. Ez az, ami szerinte ez a szeretet. 20-as, hogy szeresd Jahuát, te hatalmasságot, hogy hallgass az ő szavára, hogy ragaszkodj hozzá, mert ő a te életednek hosszúsága. Ez az, amiről beszél a Másiák Máté 22-ben, amikor azt mondja, hogy szeresd Jahuát. Így kell őt szeretni. Ugyan így van Máté 7, ez szintén arról beszél, hogy ez a törvény és ez a proféták. Most pedig láttuk, hogy 5 Mózesben valóban ez a törvény. Mindig is így volt. 3 Mózes, Vaikra 19-18, szeres vele barátodat, mint magadat, én vagyok Jahua. Ez is ugyanígy ez volt a törvény, ez nem változott, csak az emberek nem értették meg, úgy ahogy ma sem. Ez az első nagy parancsolat, a második pedig ehhez hasonlatos. Melyik a nagy parancsolat a törvényben? Nem melyik a törvény, két törvényünk van, csak ez van. Azt mondja, hogy melyek ezek? A második hasonlatos, szeres vele barátodat, mint magadat. Vaikra 19-18, ez mindig is így volt. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Mit mond itt? Ez a törvény és a proféták. Pont. Menj be a szoros kapu, mert tágas a kapu, széles az út, amely veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Kik azok? Azok, akik azt mondják, hogy ez ostobaság, hogy ez zsidó, hogy ez értelmetlen hülyeség, hogy túl vagyunk rajta, hogy megváltozott, hogy eltörölte, hogy ezt már nem kell csinálnunk, és már a szeretet törvénye az, ami van. Ezekről beszél itt. Ezek azok, akik a tágas kapun és a széles úton járnak. Oké, haladjunk tovább. Emberek vagyunk, Jah teremtményei, mind tőle függünk, mert az egész testünket az ő energiája működteti. Ezek érzelmek, ezek filozófiák, persze így van, de igazából az ember cselekedeteit valaminek meg kell határoznia, kell, hogy legyen egy vezérlő elv. Az, hogy az ember mit filozofál, annak nincsen jelentősége. Igaz persze, amit ő mond, de ez ilyen megfoghatatlan dolgok vezetnek oda, ahol most tart a világ. Persze, hogy szeretnünk kell Elohimet és betartani a törvényeit. Most akkor szeretnünk kell betartani a törvényeit, vagy az egy ostobaság, vagy nem kell csinálni. Vagy csinálni kell, vagy nem kell csinálni. Ezt a harcot, hogy sikerüljön, meg kell mindenkinek harcolni, ilyen-olyan sikerre. De já, nem, ember, ő nem úgy gondolkodik, mint mi. Pontosan, ez a lényeg. Ő azért mondta, hogy tudunk úgy gondolkodni, ahogy ő. Úgy, hogy azon az úton járunk, amit ő kijelölt. A lényeg azonban itt van. Nem kell olyan nagyon okosnak lenni. Ki az, aki ezt komolyan gondolja? Ki az, aki úgy él, hogy szerinte nem kell olyan nagyon okosnak lenni, mikor Divri Hayamin Bet, második krónika egy így szól. Most azért adj nékem bölcsességet és tudományt. Akkor hogy van az, hogy Salomó azt gondolja, hogy a bölcsesség és a tudomány, azaz a tudás és az ész, a bölcsesség, az okosság a legfontosabb, míg arról magyaráz itt nekem, hogy nem kell olyan nagyon okosnak lenni, hogy a te néped előtt mind ki és bemehessek, hogy úgy éljek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? Ekkor ezt mondta Elohim Salomónak. Mi az, amit Jahua válaszol, mivel, hogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset, tisztességet, vagy a téged gyűlölőknek lelkét? Azaz már akkor sem arról volt szó, hogy gyűlölni kell az ellenséget, hiszen ezt értékelte Elohim, akkor nem lehetett ez a törvény. Sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem mit? Bölcsességet és tudományt, hogy kormányozhass az én népemet, amely felett királlyá tettelek téged. Azaz már akkor is a tudás, vagy az ész volt a legfontosabb. Minek a tudása? Az ő törvényeinek tudása. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy nem kell olyan nagyon okosnak lenni, mikor itt erről van szó? A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sőt, gazdagságot, kincset, tisztességet is olyat adok néked, melyhez hasonló nem volt sem előtted, sem utánad való királyoknak. Pont. Akkor ki az,
akinek hinnünk kell annak, ami le van írva, vagy a mi filozófiánknak, vagy a mi érzelmeinknek, vagy a pásztornak, vagy az egyháznak, vagy a vallásnak, vagy a szomszédnak, vagy a gondolatainknak. Csak még egy néhány példa erre, nem kell olyan nagyon okosnak lenni dologra. Misli 6.23, mert szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság. Azaz a tudás a világosság. Életnek úta a tanító fedések. A lámpás, maga a parancsolat, ennek a tudása a világosság, a fény, és az életnek úta az, ha az ember hallgat a feddésekre, amikor megmagyarázzák neki, hogy mi mit jelent. Akkor a tudomány csak, a tudás az csak fontos. Kohelet, 7-es fejezet 11-12. Jó a bölcsesség, azaz a tudás, az örökséggel, és előmenetelőkre van, akik a napot látják. Azaz az örökséggel együtt jó a bölcsesség, hiszen így az ember halad, hiszen érti azt, ami a hova szava. A bölcsesség ilyen értelemben. Mert a bölcsességnek árnyéka alatt, a gazdagságnak árnyéka alatt, de a tudomány hasznos, mivel hogy a bölcsesség életet áld az ő urainak. Hát akkor hogy van az, hogy nem fontos, hogy nem kell okosnak lenni, mikor itt végig mindenki arról beszél, hogy a bölcsesség meg a tudomány, a tudás, az a legnagyszerűbb dolog, hiszen akkor érti az ember az ő szavait. Mi az, hogy nem kell okosnak lenni? Nem kell annyira tudni azt, hogy mi az, amit ő akar? Mikor azt mondja most, hogy ez az élet, hogy az ő parancsolatai az élet, az vezet el hozzá, akkor hogy lehet azt mondani, hogy ez nem fontos, vagy ezt nem kell tudnunk? Ez a jobb. 28-18. Korall és kristály említeni sem való. A bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél. Jobb is tudja. Ennek ellenére ő azt állítja, hogy nem kell olyan nagyon okosnak lenni. Kohelet, példabeszédek 8-10 így szól. Vegyétek az én tanításomat, és nem pénzt. Ez fontosabb, mint a pénz. A tudományt, a tudást inkább, mint az aranyat. Jobb, mint az arany. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél. Többet ér, mint a drága gyöngy. Semmi gyönyörűségek ehhez nem, egyenlők nem lehetnek. Semmi. Ennél nincsen fontosabb dolog. Én, bölcsesség, lakozom az eszességben, az okosságban, és a megfontolás tudományát, tudását megnyerem. Ez a legfontosabb, ez az, amire mindenkinek törekedni kéne. Bölcsesség, amit kérünk tőle, hogy megértsük az ő tanításait, és azt eszességnek hívja ő, amikor az ember tudja, hogy ő mit akart mondani. Ha nem tudjuk, ha nem megyünk bele a részletekbe, ha nem kutatjuk, akkor nem fogjuk megérteni a végét. Úgyhogy érdemes mindenkinek körülnézni, hogy mi az, és ki az, amikre ő hallgat. Egy dolog van, ami a tudás és az ész, az okosság, az eszesség, a bölcsesség ellenére szól, ez pedig Kohelet második fejezet 10. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudást, vagy a tudományt öregbíti a gyötrelmet. Ez az, amit tapasztalhatunk minden nap. Minél többet tud az ember erről az egészről, a valóságról, az igazságról, a útjáról, a toráról, hogy mit kéne tennünk, annál többet búsul, mert látja, hogy a többi ember milyen távol áll, és aki megtudja ezt, az öregbíti a saját gyötrelmeit, hiszen szembe kell nézni a világgal, és azzal, amit a világ, ahogyan a világ vélekedik, és ahogyan a világ hozzááll azokhoz, akik szeretnének ezen az úton járni. Úgyhogy ez az egyetlen negatívum abban, hogy az ember érti azt, hogy mi zajlik a világban, és többet tud a világról, és az igazságról, mint a legtöbben embertársai közül. Úgyhogy ez kétségtelenül egy negatívum, de még mindig inkább ez, mint bármi más. Szeretnünk-e betartani a törvényét? Oké, ezt már megtárgyaltuk, akkor miért nem azt csinálja az ember? Ugye ez a kérdés. Ugye harcoljuk a harcot, bla bla bla. De já, nem ember, ő nem úgy gondolkodik, mint mi. Pontosan, én ezt magyarázom. Ő nem fog megváltozni azért, mert mi nem vagyunk hajlandók járni ezen az úton, vagy mi másképp gondolkodunk, vagy a világ változik, vagy épp olyanunk van, vagy úgy érezzük, vagy úgy gondoljuk. Ő nem változik meg, de egyébként ez az, amit ő erről elmond. Ez Bamibbar 23:19. Nem ember Elohim, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Pontosan arról van szó, amit mindvégig próbáltam magyarázni. Ő nem fog megváltozni, ő nem hazudik, őt nem érdekli, hogy nekünk ez nehézséget okoz. Ő erre úgy gondol, hogy ez egy egyszerű dolog, sőt, ő ezt egyértelművé tette, és az az igazság, hogy egyet kell, hogy értsek vele. Persze igazából kit érdekel, hogy én egyet értek, vagy nem. A lényeg az, hogy ő nem változik meg. Ő nem gondolja meg magát, nem törölget el dolgokat, meg ilyesmi.
Ő egyszerűen segít nekünk, hogy hogyan kerülhetünk közelebb hozzá, és próbál kitalálni módokat, hogy minket visszatereljen az útra. Nem változtatja meg a törvényt azért, mert mi gyengék vagyunk. Ő próbál segíteni, hogy rávezessen minket, hogy hogyan kellene csinálni. Mondd ő valamit, hogy meg ne tenni. Ha egyszer megmondta, hogy megbüntetem az atyák, meglátogatom tulajdonképpen egyébként, ez a helyes kifejezés, meglátogatom az atyák vétkeit a fiaikon a harmadik, negyedik generációk. Mondd ő valamit, hogy meg ne tenni, ígéri valamit, hogy azt ne teljesíteni. Ő nem változik meg. Akkor, ha akkor megmondta, az így marad, csak megpróbálja értésünkre adni, hogy hogyan kellene élni az szerint, hogyan kellene azt az életünkbe átvinni a valóságba. Ez az, amit próbál csinálni. Az nem volt megfelelő, ahogyan Izrael viselkedett, hiszen ők csak próbálták betű szerint úgy élni. Ő nem ezt akarta, ő azt akarta, hogy szeressük, hogy a szívünkben legyen. Ez az idézet is azt igazolja, amit próbálok mondani. Aki nem a törvények szerint él, az rossz úton jár. A Tora szerint, igazság szerint, instrukciók szerint él. Ő nem változik meg, ő megteszi, amit mond, és amit ígért, az megteljesíti. Úgyhogy sajnos ez van. Tetszik vagy sem. Nagyvonalú szerető vétkeinket megbocsátó Elohim. Ezt már megtárgyaltuk. Persze, hogy megbocsátja, erről volt szó, hogy Zikiában ezt mondja, hogy ezért nem öli meg a fiúkat az atyák vétkei miatt, stb. Ő azt szeretné, ha megtérnénk. Ennek megvannak a feltételei, és ő leírta ezeket a feltételeket ebben a könyvben, amit úgy hívnak, hogy Tanák, az úgynevezett Ószövetség. A Tora, az instrukciók, a proféták és a zsoltárok, ahogyan nekünk élnünk kellene. Ez az, ahogyan ő megbocsát, hogyha mi visszatérünk arra az útra. De a problémát azért nem értem, hogy ez lehetetlen megtartani, ez rabság, ez átok, bla bla bla. Debarim 5 Mózes 30, 11, 15 így szól. Mert e parancsolat, mi az összes, amit ott adott a szövetség, melyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted. Ez nem lehetetlen, ez nem rabság, ez nem átok, sem távol nincsen tőled. Ezt egyszerűen csak meg kell tartanod. Hogyan? Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hák felérettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át, érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és a szívedben van, hogy teljesítsed azt. Akkor mi az, hogy az új szövetségben a szívünkbe adta a törvényeket? Mikor már itt arról beszél, hogy a szívünkben volt? Mindig is ott volt, csak az ember nem akarta ezt tudomásul venni. Ezért próbált kidolgozni olyan módszereket, hogy rávezessen az embereket erre. Ezért voltak az állatáldozatok, ezért küldte el a Mesiákot, ezért próbálta megmutatni, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Mindig is ez volt a célja, és mindig is így volt. Az emberek csak egyszerűen nem értették meg akkor, ugyanúgy, hogy nem értik meg most. A Brit Hadasa, a megújult szövetség ezt jelenti. Ez nem egy új szövetség, nem törölt el dolgokat, ez csak megújította a szövetséget. A Brit Hadasa azt jelenti, hogy a megújult szövetség. Oké. Ki fogja túlélni az Armageddont, azt csak Elohim fogja eldönteni. Nem biztos, hogy az, akinek ingé még rojtok és bojtok is vannak. Egy biztos. Az pedig ez. Tehelim 50.16. A gonosznak ezt mondja Elohim. Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendeléseimet. Ez az, ami biztos, hiszen ezt ő mondta. A többi az mind csak filozófia. Megtárgyaltuk, hogy miért kellenek a rojtok és bojtok, ez az ő rendelése, ő így látta jónak. Szerintem ez egy csodálatos ötlet, és nyilván ezért ő a teremtő, mert aki ilyen egyszerű dolgok eszébe jutnak, hogy segítsen minket, hogy rajta maradjunk az úton. Hogy ez lesz a döntő? Biztos, hogy nem. Mi lesz a döntő? Az, hogy ne vessük meg az ő parancsolatait, az ő rendeléseit, az ő ítéleteit, az ő törvényét. Miért? Mert ez a szövetség. Ő így ismerhető meg. Ha valaki így jár, az lesz olyan, mint ő. Ezért mondta a másiák, Jahukanon János 17.17-ben, hogy szented meg őket a te igéddel, mert a te ígéd az igazság. Az igazság az, ami megszentem. Mi az a szent? A kodes azt jelenti, hogy elválasztott, külön választott a világtól. Másfajta. Ha mi nem beszélünk másképp, nem eszünk másképp, nem ünnepelünk más dolgokat, nem öltözünk másképp, akkor hogyan különböztet meg minket a világból? Lenéz a földre, nézi, hogy ki az, aki úgy él, ahogy ő azt akarja. Úgy fogja eldönteni, hogy ki az, aki majd túlél az almagad, de nem úgy, hogy ki az, aki mondogatja, vagy gondolgatja, vagy hiszi.
Most dönti el, a folyamat most megy, amíg mi élünk. Elohim letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, hogy van-e értelmes. Ugye arról volt szó, hogy az nem fontos, hogy valaki okos legyen. Itt az értelmes kereső, úgy tűnik. Elohimet kereső. Ki az értelmes? Aki őt keresi. Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak. Nincsen, aki jól cselekszik, nincsen csak egy is. Ez az, amit ő csinál. Nézi az embereket, melyik az a szerencsétlen a pondrók közül, amelyik próbálja kitalálni, hogy mi az, amit én jónak tartok, mi az, amit én bölcsességnek tartok, tudománynak, ami az én szövetségem, amit azt akarok, hogy úgy éljenek. Ez az, amit ő csinál. Az, hogy mi itt mit filozofálunk, hogy miket találunk ki, az teljesen másodlagos. Még maradt egy kis rész ebből az e-mailből, úgyhogy egy következő részben meg fogjuk tárgyalni. Addig is mindenkinek felhívnám a figyelmét, példabeszédek, Misli 28.4.5-re. Kik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat. De akik megtartják a törvényt, harcolnak azokkal. A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot. Akik pedig keresik Jahuát, mindent megértenek. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!